Ali papi, copyright szól. Valaki úgy bömböltette a Majka papát, hogy ki kellett kapcsolja, mert bele lehet hallani, aztán kapok egy olyan copyrightot, hogy letörlik a csatornámat, az életemet, meg a családomat is. Na hát nagyon sokan kértétek, hogy csináljak még ilyen videót, tudod. Senki nem kérte, amúgy tudod, az ég adta világon, így megnézik, vagy tizen, üzenetet csak kapok, soha nem, hogy kérte volna valaki, kutya nem kérte, hogy csináljak ilyen videót. Nem tudok, hogy felöltözni egyébként, szóval néha rövid gatyába jövök le, és zuhog az eső, meg zokni nélkül, aztán utána meg... Gyere, Medi! Na, szóda bikarbóna! Hogy meg ne ártson a szóda bikarbóna, azt mondja. Néha meg lejövök téli kabátba, akkor 80 fok van. Szóval milyen élet van, nem? Látjátok? Vagy halljátok? Na, szóval közben lett egy hívásom, aztán azt meg kell csinálni gyorsan. Nem tudom, hol hagytam a bejegyet, nem tudtam, hogy nem tudok, hogy öltözködni, igen, így. Halloweenbe kell, hogy lejöjjek, az biztos, hogy így jó. Nem tudom, tudtok mondani egy top 5 játékot az életetekből, ami a legjobban fel tud idegesteni benneteket? Így szoktatok játszani, gémelni? A PUBG az biztos, hogy az egyik. Hát én nem csodálom, hogy idegbetegre rak egy-két kisgyereket, mert egyszer hallottam itt nálunk is, hogy így nagyon sokszor így ordibált egy kisgyerek. Mikor így sétáltató a Medit, itt hátul a házunk mögött, hallottam mindig, hogy ilyen torka szakadtában nagyon egy ilyen, hát egy 6-7 éves kisgyerek iszonyatosan nagyokat kiabál, de hogy nagyon-nagyon csúnyákat mond, tehát csúnyán beszél. És én gondolkodtam, hogy úristen, hogy ez a szüleivel így beszél, vagy hogy ez hogy lehet hagyni, meg hogy jut el ide egy szülő, hogy a gyereke, de tényleg olyan hangosan, hogy nem tudtam megállapítani, hogy melyik emeleten, de biztos nem a földszintről, tehát körülbelül hogy a másodiktól fölfelé valahol. És egyszer csak így megvilágosodtam, hogy hát ez a kisgyerek, ez játszik. Mert elkaptam, így elkezdtem egyszer hallgatni, hogy miket kiabál, és akkor hogy hova menjél, meg mit csinálj, meg nem igaz, hogy nem lőttél oda, meg lőtted le, és akkor ilyen sikító rohamot kapott, és ilyen, mondom, ilyen alpári brutálisan, hogy a magyar az nagyon választékosan tud káromkodni, és hát így a kisgyerek így, mondom, torka szakadtából így brutál módon így káromkodott, és igazából a játék miatt, hát gondolom, hogy Fortnite, tehát betenném azt akkor a második helyre mondjuk, de szerintem felnőtt korban is lehet rohadt durvát idegeskedni, szóval amikor így a gyerek összetöri a monitort, meg az egeret, meg a nem tudom, én nagyon nyugodt embernek tartom magam, de tényleg néha nem tudom milyen pszichésen hogy hat az emberre, vagy ezek a játékok, vagy ezek az ilyen ezek a számítógépes játékok, számítógépes játékok, de nem se ezzel szoktuk ügyeskedni, hogy milyen jól számítóznak a srácok. Régen azt mondtam, menjünk számítózni. Számítógépezek otthon, PC meg konzol meg ilyenek voltak, hanem akkor még az, hogy megyek számítógépezni, érted? Ez nagyon kemény. Nagyon sokáig hallgattam például anyámtól, hogy már amikor dolgoztam is PC-n, meg mit tudom, lehetett animációkat csinálni, zenét írni, hát ugye mennyi mindent, hogy jaj, te mindig így játszol azon a gépen, hogy azon csak így játszani lehet, hogy azt hitték, hogy lehet játszani. Leülsz, és akkor játszol, hogy akármit csinálsz. Az is olyan fura. A legjobb konzol azt szerintem egyébként a Dreamcast volt, ezt nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még a Dreamcast-re. Már azután az a PlayStation 1 után volt, és az ilyen nagyon brutális ugrás volt.
Vagy már volt Play 2, nem tudom, Dreamcast az nagyon-nagyon nagy cucc volt. Meg ráadásul úgy volt feltörve, mert nyilván feltörte mindenki, mert meg lehet csippelve, meg ott a boot lemez kellett belerakni, meg vissza, és hogy a Dreamcast-et azt úgy törték föl, hogy nem kellett semmit hozzá, így beraktad a másolt cuccot, és ment. Hát az óriási, hogy gyerekek, annyi CD-m volt, mentem ilyen 10-esével, 20-asával vettem, és akkor olyan listát kaptam, amiben csak olyanok voltak írva, hogy volt egy játék, és oda volt írva, egy listát kaptam, de semmi, se borítókép, meg ilyeneket nem voltak. Csak a listába így, na merre menjünk, hovám, gyere, menjünk erre. A listában olyanok voltak, hogy ott volt egy játéknév, és akkor mögé volt írva, hogy lövöldözős. És akkor ennyi, mondom, ez jó, lövöldözős, akkor az kell. Másik meg stratégiai, meg autóversenyzős, és akkor így mellé voltak írva így a dolgok, és akkor mentem be, és akkor így volt egy ilyen, emlékszem egy ilyen, hát most már biztos elmondhatom, már semmi jelentősége nincsen, egy ilyen mobiltelefonboltnak álcázott kalóz konzol játékokkal foglalkozó hely volt, és akkor oda kellett bemenni, mint hogyha mobiltelefont vennél, és akkor ott volt, hogy úgy jöttem akkor a izér, és akkor kirakták, így átrament a faszi, és akkor hozta izéket ezeket a CD-ket. Fú, hát milyen rohadt rég volt, basszus, hogy nem voltak még torrentek, meg letöltöget, meg mit tudom én, mert mindenki teg azt csinál, amit akar. Bár tegyük hozzá, hogy én azóta meg gyakorlatilag, amióta már Steam van, úgy, és komolyabban elkezdődtek ezek az online játékok, vagy elkezdődtek online játékok korszaka, azóta már az ember szerintem játékot nem is nagyon tölti le. Tehát hiába. Tehát én mindent... Egyrészt, hogyha van valami ingyenes játék, ott is szoktam vásárolni most már általában valami, tudjátok, ilyen Battle vagy Game Pass-t, vagy valamit, vagy valami kis kiegészítőt, ilyen ruha, vagy izét, skineket, tudod, hogy szeretem így támogatni azt, aki jó játékot csinál, meg hát online minden, és nem tud megoldani, hogy szervereken fusson a kamu játék, tehát most már nem is érdemes. Tehát egy tök jó kiküszöböl, soha nem gondoltam, hogy így fogják kiküszöbölni azt, hogy ne töltsél le ilyen crackelt játékot, meg ilyeneket. Most már ebben a vlogban minden olyan szót használtam, amit nem szabad szerintem. Na mindegy, hogy ma már ez így szerintem tök jól működik, meg hát nincs is akkor ára a játékoknak, mint régen, tehát ilyen megfizethetetlenek voltak gyakorlatilag. Vagy hát nem is azt mondom, hogy megfizethetetlenek, de hogy az nagyon-nagyon drágák volt. Szóval most már ilyen, nem voltak ilyen pár ezer forintos, meg 500 forintos játékok, meg olyan akciók vannak, hogy értitek, ilyen 70-80 dolláros játékot 10 dollárért odaadnak, szóval most már nem is érdemes ezzel vacakolni. Megvan, bármikor letöltheted, mit, nem tudom, szerintem azért ez így jó. Na papi.